összefogás reményeként szerint a 11 vetélytársa előtt. De itt még nem ért véget a történet, ugyanis idén február 7-e és március 6-a között az év fája Európában versenyben kell bizonyítson a magyarországi, bulgáriai, szlovák és cseh hasonló versenyt megnyert fák társaságában. Ez a megmérettetés viszont már jóval nehezebb, mint a tavaly lezárt hazai, hiszen itt már más országok lakosaival kell felvenni a versenyt. Nem állunk rosszul, célegyenesben vagyunk, a probléma csak az, hogy nem vagyunk egyedül. Napok óta fej-fej mellett haladunk a bolgárfával. Azért, hogy valóban reális esélyei legyenek Hársinak, újabb emberek bevonására, szavazókra van szükség, ezért fordulunk minden természetbarát emberhez, hogy népszerűsítse ismerősei körében a jelen megmérettetést. Juttassuk oda a csíkszentlélekű Hársot, ahol az ő helye van. Mégpedig a dobogó legfelső fokára. Áll a Zöld Székelyföld Egyesület kampánycsapat felhívásában. Mely szerint turpisságok is tapasztalhatóak a szavazás során. Mivel a csíkszentléleki és a bolgár hárs van az élmezőnyben, valószínűleg erről a kettőről lehet szó. A Zöld Székelyföld Egyesület csapata megkér minden szavazót, hogy energiáját a program népszerűsítésére, újabb emberek bevonására és ne esetleges kiskapuk keresésére fordítsa, hiszen így van valójában értéke az egész megmérettetésnek.